Köszöntjük! Ön a baon.hu podcastját hallgatja! Remélhetőleg a hétvégére visszatér a szép tavaszias időjárás, hiszen rengeteg olyan programot tartogat Kecskemét városa, amiért érdemes lesz kimozdulni otthonról. Csütörtökön, azaz a mai napon 16 óra 30-tól csatlakozhatnak az érdeklődők Herek Zoltán kapitányhoz, aki a Skifi kedvelői találkozóján ezúttal egy 2000-es évek elejé sorozatról fog beszélni, ami sokak szerint a műfaj egyik legjobban sikerült alkotása. Tudta, hogy városunkban milyen sok műemléképület található? A Műemlékvédelmi Világnap alkalmából egy érdekes Kecskemét város műemlékeit bemutató virtuális barangolásra hívják az érdeklődőket a Széchenyi István közösségi házba. Az előadás a ház emeletén működő Széchenyi városi fiók könyvtárban kerül megrendezésre 14 órakor. Április 19-én, azaz holnap pénteken, Lengyel Sándorné Katalin következő élménybeszámolóján ismerhetjük meg holnap Dia színpompás virágait. Talán a holland tulipánokat senkinek sem kell bemutatni, az érdeklődőket 15 óra 30 és 17 óra 30 között a Széchenyi István közösségi házba várják. Szintén pénteken délelőtt 10 órától a híres agóra Kulturális és Ifjúsági Központban megrendezik a Kincs Családbarát Települések elnevezésű expót. A rendezvény házigazdája, városunk polgármestere, Szemereiné Pataki Klaudia lesz. A családbarát települések és a családok ügye iránt elkötelezett szakmai és civil szervezetek bemutató standdal, szakmai programokkal és természetesen gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket. Még mindig a pénteki napnál tartunk, ugyanis rövid film válogatást is láthatunk a Malter Vándor Filmfesztivál és a Out Budapest közös szervezésében. A Malter azaz magyar filmek alternatív helyszíneken tíz éve képviseli a rövidfilmes alkotókat a hazai összművészeti fesztiválokon. Az elmúlt tíz év pályaműveiből vetítenek 10 kis filmet a független kecskeméti lakás galériában. A rendezvény 18 órakor kezdődik, az L 1 Kalériában, ami a lestártér egy alatt található. 120 csengőt kell megnyomni. És végül vegetáriánus főzőkört tartanak a Hunyadi Városi Közösségi Házban, Kecskeméten, melynek középpontjában ezúttal a cukorbetegség elleni küzdelem áll. Az esemény házigazdája, Restás László adventista lelkész lesz, aki saját tapasztalataiból merítve segíti az érdeklődő közönséget. A program 17 órakor kezdődik, ahol a résztvevők finomakat kóstolhatnak, sőt, még a receptekkel is gazdagodhatnak. A programokhoz jó szórakozást kívánok, és további szép hetet!